Magyar-szlovén külügyminiszteri találkozót tartottak a napokban Szentgotthárdon és a Muravidéki Lendván a magyar-szlovén kisebbségvédelmi megállapodás hatályba lépésének 20. évfordulóján. Még Szentgotthárdon emléküléssel, Lendván a magyar konzuli iroda megnyitásával ünnepelték az évfordulót, ahol szlovén tárcavezető kollégája Karl Erjavec jelenlétében dr. Martonyi János külügyminiszter mondott ünnepi beszédet. Mert amikor valamit az ember megnyit, akkor az valami örömet jelent. Nyitunk a szomszédaink felé, nyitunk a világ magyarsága felé, mondjuk például Ausztráliában vagy Kanadában, hogy csak a legközelebbi országokat említsem, és persze nyitunk a szomszédaink felé. Vannak nagy magyar közösségek, és vannak olyan szomszédos országok, ahol ezek a magyar közösségek kicsinyek, mondjuk például Szlovéniában. De nekünk nem ez számít. Nekünk minden magyar ugyanúgy számít. És minden magyar közösség számít. Legyenek kicsinyek, közepesek, nagyok, legyenek a szomszédos országainkban, vagy európai országokban, vagy akár távoli földrészeken. A világ magyarsága összetartozik, és mi ezt az összetartozást fejezzük ki, nem csak a nemzetpolitikánkban, hanem a külpolitikánkban is. És a külpolitikánkban ezt azzal is kifejezzük, hogy a lehető legjobb barátságot és együttműködést építjük a szomszédos országokkal, közvetlen szomszédainkkal, és a szomszédaink szomszédaival is. Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, és meg vagyunk arról győződve, hogy a nemzetpolitikai céljainkat is akkor tudjuk elérni, hogyha ezt egy olyan hatékony szomszéd és térségi politikával kapcsoljuk össze, ami biztosítja azt, hogyha esetleg ütközés vagy feszültség van a két szempont között, akkor ezt megfelelő keretek között rendezni tudjuk. Szlovénia azok közé, az országok közé tartozik, amelyekkel nekünk az égvilágon semmi vitánk nincs. És ez így van attól a perctől kezdve, hogy ez az ország létrejött. Elnyerte függetlenségét. Én még emlékszem elég jól ezekre az időkre. Szent Ivány István nagykövet is emlékszik, hiszen ő is átélte ezeket az időket. Mi akkor is mindenkit arról kívántunk meggyőzni, hogyha egy nép, egy ország önállóan akar élni, akkor ezt a jogot neki meg kell adni. Nem véletlenül volt az akkori magyar kormány az elsők között, amelyik elismerte Szlovéniát önálló államként 1992. január 15-én. Ezt követően néhány hónap múlva megkötöttük az alapszerződést, majd megkötöttük azt a bizonyos kisebbségvédelmi szerződést, megállapodást is, amelynek éppen most ünnepeljük itt is, mint ahogy megünnepeltük a magyarországi szlovén közösség képviselőivel együtt Szentgotthárdon a hatályba lépésének a 20. évfordulóját. Ezért ez a mai nap, ez voltak éppen egy ünnepnap, és én azt hiszem, hogy mindannyian átérezzük ennek a jelentőségét. Ezt már mondhatnám nyugodtan, voltak éppen korábban is meg kellett volna tennünk ezt a nyitást. 1997-ben a két kormány megegyezett abban, hogy konzulátusokat nyitnak egymás országában. A szlovén kormány eleget is tett egyébként ennek az ígéretének, mert Szentgotthárdon kinyitott egy főkonzulátust, és a magyar kormány volt az, amelyik várakozott néhány esztendőt ezzel a lépésével, de most már ez is megtörténik, és én szeretnék köszönetet mondani Muravidéki Magyar Önkormányzati Szövetségnek, amelyik nagyon nagy szerepet játszott ennek a szorgalmazásában, ennek a kivitelezésében, mert hiszen itt vagyunk ebben az épületben, azért talán ezt se felejtsük el. Helybélieknek ez nyilvánvaló, de talán nem mindenkinek az. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy szép példája annak, hogy egy magyar közösség, amelyik közösségként fenn akar maradni,
ezért is kapott közösségi jogokat abban a bizonyos 1994-ben hatályba lépett kisebbségvédelmi egyezményben. Nos, ez a magyar közösség, ez az anyaországgal is akarja a kapcsolatait erősíteni, ápolni. De azt ne felejtsük el, hogy egy ilyen konzulátus nyitásának nem csak nemzetpolitikai dimenziója van, egy ilyen konzulátus megnyitásának nagyon nagy szerepe van és lesz a két ország közötti gazdasági, kulturális kapcsolatok fejlesztésében, és ezen belül, és ez különösen fontos nekünk sokunknak, a térségi kapcsolatok fejlesztésében. Meggyőződésem az, korábban is elmondtam a hivatalos tárgyalásokon is, hogy a határmenti vidékeket nekünk, közép-európai országoknak nem elhanyagolni, hanem fejleszteni kell. Itt van a fejlesztésnek a forrása. Nagyon jól tudjuk azt, hogy Nyugat-Európa sok vidékén ezek a legfejlettebb régió, gondoljunk csak mondjuk Bázel környékére, ahol több nyelvű emberek élnek, több kultúra van, több nemzeti identitás van jelen. Ott igenis a kreativitás, az innováció is erősebb lehet. Ezt szeretnénk mi serkenteni, ezt kell nekünk segítenünk, ez lesz az egyik nagyon fontos feladata ennek a most nyíló konzulátusnak is. Márki Zoltán személyében egy alkalmas embert választottunk, egész biztos vagyok benne, tapasztalatai vannak, hiszen egy másik országban hasonló feladatokat látott el, ott is sikeresen végezte a munkáját, és egész biztos vagyok benne, hogy a nagykövet úr segítségével, meg főleg és legfőképpen az itteni emberek segítségével itt is sikeres munkát fog végezni. És ezzel fog segíteni a térségnek, fog segíteni a gazdaságnak, fog segíteni a helybéli magyar közösségnek, és természetesen fog segíteni a magyar-szlovén kapcsolatoknak, és azért is biztos vagyok ebben, mert tudom azt, hogy a szlovén kormány részéről meg fog kapni minden támogatást, mint ahogy eddig is ez volt a helyzet, ezért én még egyszer szeretném a köszönetemet a szlovén kormánynak is, itt lévő képviselőjének, tagjának is kifejezni, hogy erre a napra sor kerülhetett, megünnepelhettük együtt, közösen ezt a bizonyos szép 20 éves évfordulót, és megnyithattuk itt most együtt, közösen ezt a konzuli irodát. Sok sikert kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen a figyelmet. Az ünnepségen jelen volt még Szent Iványi István, Magyarország Ljubljanai nagykövete, Márki Zoltán, a lendvai magyar konzuli iroda vezetője, Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség elnöke is.